A Balatonfüred épületeiről és történetükről szóló 2008-ban kiadott könyvet pillanatok alatt elkapkodták. Németné Rácz Lídia azóta is gyűjtötte a rájellemző szorgalommal és szakmai pontossággal a helytörténeti adatokat. Időközben bizonyos épületek funkciója megváltozott, és egyre több adat került elő a helyiektől és a digitalizációnak köszönhetően is. Felkerültek ugyanis a netre folyóiratok, anyakönyvek, levéltári magániratok is a 19. századból. A Barangolások Balatonfüreden című könyv a 10 évnél korábbinál sokkal vaskosabb, jóval részletesebb, több a képanyag és a szöveges rész is. 30 helyi védett épületet tudtam még beletenni, és tulajdonképpen ez növelte a szöveget is, ami szinte teljesen átíródott, azt kell, hogy mondjam, mert ezeket az új információkat bele kellett mindenképpen olvasztani. Tulajdonképpen a szerkezeti változás abból adódott, hogy hasznosabbnak éreztem azt, hogyha nem séta során veszem végig az épületeket, miután az előzőhöz képest, ahol 82 volt, ez pedig ugye megnövekedett számú, hanem utcánként. És ez alkalmat adott arra, hogy egy kicsit az utcák nevéről, a névváltozatokról, a történetéről is lehessen egy kis információt nyújtani. Van-e olyan, ami vakfolt Füreden, tehát amiről semmi nincs és nem lehet hozzáférni valami miatt? Hát ugye mondják azt, hogy Fürednek már minden szeglete, minden perccel dokumentált és feltárt, és már itt nincs. Én elsősorban a két községnek, az egykori községnek a történetére biztatnám az utódokat, és ahogy tanulmányoztam a fürdőhelyi vendéglátás történetét, én szerintem az sincs még teljesen részletesen megírva, mert az a küzdelem, ami hasonlít a mai Füred speciális helyzetéből adódóan, a rövid időszak, és az alatt vagy meggazdagszom, vagy tönkre megyek, vagy megvágom a vendéget értendő alatta, az már a 19. század közepétől is egy központi probléma volt. Tehát itt egy évig béreltek nagy reményekkel ide érkező, Pestről érkező vendéglősök, és katasztrófa lett a vége, úgyhogy mentek és vissza. Volt olyan, ami nagy meglepetést okozott, tehát amit nagyon-nagyon rosszul tudtunk, mert ugye biztos, hogy árnyalatokban volt különbség, de hogy óriási tévedésünk volt, jó indulatúan persze. Például a zeneiskola épületének az új formájának a tervezője nem az volt, amit én úgy sejtettem a régi iratokból. Manapság is nagyon sokszor mondják, hogy Erzsébet királynő itt járt, a Stefánia itt szállt meg, kiderül, hogy a Mangol doktor, aki a Horvátháznak a tulajdonosa volt, nagyon jól kihasználta a reklámot, és azzal, hogy ő engedélyt kapott arra, hogy föl az ő tulajdonában lévő épület, a Stefánia főhercegnő nevet kapja, és egy szobor is volt az udvaron, ebből mindenki azt hitte, hogy a Stefánia itt szállt meg, pedig a két tartózkodása során nem. Tehát az Ipolyba megszállt, meg ugye magánhelyen is megszállt, de ott nem volt. A Barangolások Balatonfüreden című könyv bemutatóján Vörös Marti Éva, a megyei közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt. A kiadó, a Balatonfüred Városért Közalapítvány elnöke Molnár Judit, a szerzővel, Németné Rácz Lídiával és a szerkesztővel Burza Patricia Kármennel beszélgetett. A Barangolások Balatonfüreden című könyv a Városi Múzeumban, a Vasari Villában és a könyvesboltokban lesz kapható.